Hozam című hetente jelentkező gazdasági magazinunkat látják, köszöntöm Önöket! A gazdaság élénkítése és a munkanélküliség csökkentése, ez a célja a Tolna megyei foglalkoztatási paktumnak. A paktumot lebonyolító szervezetek most Tamásiban vállalkozóknak tartottak tájékoztatót. Főként a szakképzésben rejlő lehetőségekről esett szó. A résztvevők egyebek mellett megtudhatták, milyen előnyökkel jár egy cég számára, ha gyakorlaton résztvevő szakképzésben tanuló diákot foglalkoztat. A Tolna megyei foglalkoztatási paktum egy 2016-ban indult pályázat. A célja, hogy a benne résztvevők erősítsék a megye gazdaságát, valamint csökkentsék a munkanélküliek számát. A programban a Tolnáért Non-Profit Közhasznú Kft. Mellett a kormányhivatal, az iparkamara, valamint a megyei szakképzési centrum vesz részt. A pályázat bonyolítói most Tamásiban tartottak vállalkozóknak tájékoztatót. Tulajdonképpen a kormányzat céljai, gazdaságfejlesztési céljai valósulnak meg. Ezek a célok, oszlopos célok vagy pillérek közül talán a legfontosabb, ami megfogalmazódik a paktumban. A hátrányos helyzetűek, a munkanélküliek, az inaktívak foglalkoztatási rendszerbe vonása a partnereken keresztül, illetve munkához juttatása hosszú távon tartós foglalkoztatás keretében. A pályázat során a szakemberek tehát főként a tartósan munkanélkülieknek segítenek újra elhelyezkedni, de emellett nagy hangsúlyt fektetnek arra is, hogy a diákoknak, valamint a munkáltatóknak, vagyis a vállalkozóknak tartsanak szakmai konzultációkat, hogy elmagyarázzák nekik, milyen hasznokkal jár egy munkanélküli, vagy például egy szakmunkás gyakornok foglalkoztatása. A gazdaság élénkítése szempontjából elengedhetetlen a megfelelő szakember utánpótlás biztosítása. Ebben jut kulcs szerepe a megújult szakképzésnek. Ezért is fektetnek különösen nagy hangsúlyt a Tolna megyei foglalkoztatási paktum lebonyolítása során a szakemberek arra, hogy a megújult szakképzésben rejlő lehetőségekről tájékoztassák a vállalkozókat. A gazdaság fejlődik, prosperál, ezt mi is egyébként, mint a megyei önkormányzatnak a cége érzékeljük annak kapcsán, hogy rengeteg az önkormányzati beruházás. Ezeknek a megvalósításának lassan már az szab határt, hogy a vállalkozásoknak nincs munka ereje, elegendő szakképzett munka ereje, hogy ezeket bevállalják, vagy pontosabban időben bevállalják. Ezért nagyon fontos a meglévő inaktívak bevonása mellett az, hogy a jövő munkaerejét, a jövő dolgozóit, szakképzett, modern tudással rendelő dolgozókat termeljenek ki a szakképző intézmények. Erre próbáljuk a konzorcium partnerekkel terelni a fiatalokat, amikor módunk és lehetőségünk van rá, megvilágítva az, hogy az új szakképzési törvény adta lehetőségek óriási változás, pozitív változás jelentenek az elmúlt időszakhoz vonatkoztatva, nem jelentenek zsákutcát. A szakma mellett érettségit, felső fokú végzettséget lehet itt szerezni, és gyakorlatilag nagyon komoly életpályát lehet megvalósítani. Ez a cél, ez a célunk, hogy ebben segítsük a fiatalok pályaválasztását, illetve természetesen ezen keresztül segítsük a megye vállalkozásait, hogy megfelelő munkaerőzés utánpótláshoz jussanak. A paktumban megfogalmazott célok tekintetében pedig kifejezetten jól állnak a szervezők. A programba ugyanis már eddig rengeteg ember sikerült bevonniuk. A projekt lezárul jövő év nyarán. Az idő arányos mérőszámok nagyon jó, ugye 1021 főt kell inaktívat bevonni ez idő alatt, ez most jelen pillanatban szeptemberi mérőadatok szerint a foglalkoztatási főosztály részéről alapján ez 81%-os, reális az esély arra, hogy ez a célszám természetesen az egyéb mellette lévő paramétereket teljesül a jövő végéig. A Tolna megyei foglalkoztatási paktumról legközelebb Bonyhádon hallhatnak aktualitásokat a vállalkozók. Olcsóbbá válnak az új építésű lakások, több fog belőlük épülni, és a kereslet is nő majd irántuk. Ezt okozza az általunk megkérdezett szakemberek szerint a lakásáfa 22%-os csökkenése. Tolna megyében is pozitív változásokat hozhat a kormány legújabb intézkedése, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint az építési vállalkozók országos szakszövetsége szerint. Az egyik ingatlanpiaci portálon csupán két új építésű lakást hirdetnek Tolna megyében. Mindkettőt Pakson kínálják eladásra az építési vállalkozók. Közülük az egyikért egy háromszobás, 108 négyzetméteres tetőtéri lakásért 52 millió forintot kérnek el az eladók.
egy 122 négyzetméteres házat pedig 76 millió forintért árulnak. A 485 ezer és a 622 ezer forintos négyzetméter ár első hallásra magasnak tűnik, ám nem egyedülálló Magyarországon, különösen a nagyvárosokban. A családok különböző támogatásokat igyekeznek igénybe venni az ingatlanok megvásárlásához. A legújabb kormányzati intézkedés, hogy a lakásáfát 27%-ról 5%-ra csökkentik. 2022. december 31-éig megépülő új lakásoknál lehet ezt a kedvezményes adómértéket alkalmazni. Fischer Sándor, a Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara elnöke azt mondja, az áfa csökkentésére szükség volt, ami miatt több új lakás épülhet majd a megyében. Mert nagyon fölmentek az árak, ezzel lehetséges az, hogy egy olyan 20% körüli csökkenés lesz a lakások árában. Ma már annyira magasak az árak, hogy a fiatalok nem győzik. Az előző példánál maradva ez azt jelenti, hogy a 108 négyzetméteres lakásért 52 millió forint helyett 41 millió 600 ezer forintot kérhetnek majd el jövőre. Egyelőre sok tényező nem ismert, nem tudni, hogy mikortól hatályosul a kedvezményes áfa, és milyen építkezésekre vonatkozik majd. Üdvözöljük az áfa csökkentést, és várjuk a részletszabályokat, reagált a kormányzati intézkedésekre Koi László, az EVOSZ elnöke. Megrendelőt és a lakáskínálót, lakásépítőt egyszerre hozza helyzetbe az, hogy a költségvetés 22%-nyi áfáról lemond. Mi azt gondoljuk, hogy mind a keresletet, mind a kínálatot élénkíteni fogja. Másrészt ott, ahol a lakosság közvetlenül az építőipartól rendel, nagy valószínűséggel négyzetméter ár csökkenést is hozhat. Vagyis olcsóban lehet majd az ingatlanokhoz hozzájutni Koi László szerint is. Még akkor is, ha az építőiparban béremelés lesz, és az építőanyaggyártók is emelik az áraikat. Ez évben már csak egy olyan 3-4%-os költségnövekedésre számít egyrészt a háttéripar részéről, anyagipar, bányászat, fuvalozás, ő maga pedig az idén már 2%-tól nagyobb béremelést nem tervez, tehát az építőipar területén jelentős költségnövekedés nincs, ami azt okozná, hogy esetleg az árak nem érséklődhessenek. Az EVOSZ nagyon mondja, hogy a politikai bejelentés után, a miniszterelnök úr bejelentése után kellenek a részletszabályok, mert most még inkább kivár maga a piac is, hogy akkor most szerződjünk, ne szerződjünk, számlázunk, ne számlázunk, lassítsunk, gyorsítsunk, csak jövőre számlázunk. Tehát van egyfajta, nevezzük úgy, hogy pozitív elbizonytalanodás, tehát kellenek a részletszabályok. Ha egyedül rajtunk múlna, akkor mi azt mondanánk, hogy a 2022. december végéig jogerős építési engedélyt kapott, vagy építési engedélyre hatóságokhoz felterjesztett lakásépítésekről, illetve bejelentésekről legyen szó, hiszen legalább 5 évre előre kell látni egy ilyen lényeges kérdésben, hogy milyen feltételekkel lehet indítani, értékesíteni, meghirdetni az ilyen lakásokat. Tavaly 21.400 új lakást adtak át az építési vállalkozók. Idén ez a szám 25.000 lehet. Összefogtak a dombovári vállalkozók érdekeik védelméért és a város fejlesztéséért. A Tolna megyei közgyűlés és a Tolna megyei szakképzési centrum vezetői is úgy vélik, példaértékű és szükséges volt a cégvezetők ezenlépése. Kihagyták a döntésekből, projektekből a dombovári vállalkozókat az elmúlt években. A beruházásokról is a fejük felett döntöttek. Ezzel indokolták a Dombovári Vállalkozói Egyesület tagjai és vezetése megalakulásuk létjogosultságát. A városvezetésben beállt tavaly októberi változást követően határozták el, hogy létrehozzák a helyi gazdasági szereplők körét. Az a céljuk, hogy a városban megvalósuló projektekből, beruházásokból jobban kivegyék a részüket, és fejleszték a várost, mondta az alakuló ülésen Papp Zoltán elnök. Pintér Szilárd, Dombovár polgármestere a megbeszélésen azt emelte ki, ideje volt, hogy párbeszéd induljon a városvezetés és a vállalkozói kör között. Több beruházásnál, fejlesztésnél számítanak majd a munkájukra, és minden információt megadnak számukra.
Fehérvári Tamás, a Tolna megyei közgyűlés elnöke, maga is dombóvári. Az alakuló ülésen beszédében is azt emelte ki, milyen nagy mérföldkő a település életében a Dombóvári Vállalkozói Egyesület megalakulása, és az, hogy a városvezetés támogatását is élvezik. Felelősséget érzek a szülőhelyem és a lakóhelyem jövőjével kapcsolatban. Ezért örülök annak, hogy megalakult ez a vállalkozói csoport, aki kitűzte a zászlajára a Dombóvár jövőjének, és nyilván elsősorban gazdasági jövőjének javítását, jobbítását és sikereit. Ez nagyon-nagyon fontos, hiszen köztudott Dombóváron egy alapjába véve vett vasutasváros, ahol a hajdani vasutasság leszármazottai, rokonai, és természetesen a leányválti rendszer akkori képzett munkaerő utódai képzik a lakosság nagy részét, és ezekkel az emberekkel kell valamit kezdeni, mert azért jelen állás szerint Tolna megyében nem Dombóvár a legsikeresebb város. Én azt gondolom, hogy akik itt voltak, akik itt szerepet játszanak, azok a vállalkozók, politikusok, társadalmi és közéleti személyiségek mind azt vállalták, hogy Dombóvár érdekében fognak működni. A megye részéről, mint megyei elnök, azt tudom elmondani, hogy a Tolna megyei közgyűlés is ugyanolyan lelkesedéssel támogat minden jó dombóvári döntést, mint bármely mást a megyébe, de most különös tekintettel fogunk figyelni a dombóvári lehetőségekre. Orbán Attila, a Tolna megyei közgyűlés alelnöke is részt vett a megbeszélésen, aki az önkormányzat közvetítői szerepét emelte ki. A dombóvári vállalkozókat is igyekeznek segíteni az információk átadásával. Mi bejártuk az egész megyét, minden településen voltunk, így a Dombóvár környéki településeken is, és megfogalmazódott a Dombóvár környéki települések vezetői és lakosai részéről az az igény, hogy ők is szeretnének haszonélvezői lenni a paksi beruházásnak. És én Paksról jövök, én ott élek, és tudom, hogy Paks is nyitott olyan szempontból, hogy nem csak a paksiak, hát ez egy nagy feladat, tehát minél több szereplőt be kell vonni ebbe a beruházásba, úgyhogy a mi feladatunk igazából a két félnek az összekapcsolása, az igényeknek az átlátása, és hát amikor kommunikáció van, meg szervezésben kell segíteni a vállalkozókat. A duális képzés megerősödésében bízik Dömötör Csaba, a Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja, aki igyekszik minél több vállalkozást ebbe bevonni. A dombóvári vállalkozók összefogását pedig maximálisan támogatja. Hát én azt gondolom, hogy a szakképzésnek egy alapvetése van. A helyi vállalkozók nélkül nem működik, és ez a mai vállalkozói egyesület létrejötte. Ez tulajdonképpen nekünk arra ad, és azt várom, hogy arra ad egy garanciát, hogy még a jelenleginél is jelentősebben meg tud erősödni a duális képzés Dombóváron. Ezt várom, ezt szeretném, és én azt gondolom, hogy a helyi vállalkozók erre nyitottak is. Ugye a helyi szinten a helyi igényeket kell a helyi iskoláknak is kielégíteni. Ugye ebben a Tolna megyei szakképzési centrumnak itt kettő iskolája van Dombóváron, az Apácai, illetve az Eszterházi iskolák. A vállalkozóknál ugye megjelenhetnek igények, nyilván őnekik képzett munkaerőre van szükség, a mi feladatunk pedig az, hogy ennek eleget tegyünk. Tehát itt csatlakoznak be egyszer az igényeknél, csatlakozik be az igényeknél a vállalkozói igény és a lehetőség. A másik pedig, hogy duális képzési partnereket keresünk folyamatosan, hiszen nagyon fontos számunkra az, hogy akiket kibocsátunk, tanulókat, ők minden esetben ne elméleti szakemberek legyenek, hanem gyakorlati szakemberek legyenek, ami mindenki számára nagyon fontos, ebben viszont támaszkodnunk kell és lehet a vállalkozókra, akik számunkra ebben így tudnak partnerek lenni. A Dombóvári Vállalkozói Egyesület alakuló ülését egy zárt ülés követte, ahol a további célokat, terveket vették sorra a megjelentek. A duális képzés részletei és a képzőhelyek ellenőrzése. Többek között ezekről a témákról is szó volt azon a rendezvényen, amelyet a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezett. A duális képzés legfontosabb céljának teljesülése szempontjából van jelentősége a megfelelő képzőhelyeknek. Ez pedig nem más, mint hogy a diák a szakmát vállalati környezetben tudja elsajátítani, és a képzés végén piacképes tudással tudjon munkát vállalni.
Éppen ezért van nagy hangsúly a képzőhelyek ellenőrzésén, amit az iparkamara végez el. A szakértők a törvényi előírások betartását nézik egy ilyen ellenőrzés során, mondta Illés Orsolya, a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési osztályvezetője. Vizsgálják például tehát most még a kifutó rendszerben a tanulószerződés kötést, majd az új rendszerben a munkaszerződés kötését, munkabérfizetését, nem pénzbeli egyéb juttatásokat, például munkaruha, védőfelszerelés, kedvezményes étkezés biztosítása. Ellenőrzik például az egyműszakban, illetve összesen oktatható tanulói létszámot. Nagyon fontos kritérium az, hogy az oktató megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkezzen. Ellenőrzik például a munkavédelmi, tűzvédelmi, balesetvédelmi előírások megtartását, illetve a képzés során kötelezően töltendő dokumentumok meglétét. Tolna megyében körülbelül 250 gyakorlati képzőhelyünk van. Ez változik. Van, aki ugye kilép a képzésből, viszont mindig akadnak új belépők. Az Iparkamara legutóbbi rendezvényén az idei szabályok változásáról tartottak tájékoztatást a képzőhelyi ellenőröknek. Megismerkedtek a szakképzési rendszer változásaival. A 9 iskolát magába foglaló Tolna megyei szakképzési centrum kancellárja a munkaerőpiacra szabott szakképzés változásait vette sorra. Dömötör Csaba kiemelte, 5 éves lett a technikumi képzés, aminek a végén technikumi vizsgát tesznek a tanulók. Ez emelt szintű érettségének felel majd meg. A másik 3 kötelező érettségi tárgyból 12. évfolyam végén, idegen nyelvből pedig a 13. évfolyam végén vizsgáznak a tanulók. A duális képzésben is megváltozik a szerkezet. Nagyon fontos változás, hogy a duális képzésben is megváltozik a szerkezet. A tanulók, a technikumi tanulók a 11. évfolyamtól már részt vehetnek a duális képzésben. A korábbi tanulószerződéssel szemben munkaszerződést fognak kötni. Ez a munkaszerződés már nem ösztöndíj, hanem bérrel jár. Ez a minimálbér 60%-át terjedő bérként fogják a tanulók megkapni. Nagyon fontos, hogy ez a munkaszerződés, ez nyugdíjalapot is képez, társadalombiztosítási jogosultságot is keletkeztet, tehát ez mindenféle szempontból előnyös a tanulók számára, illetve a vállalkozások számára is. Fontosnak tartom elmondani még azt, hogy a szakképzői iskolában a 3 éves szakmunkás képzésben is jelentős a változás. Ott a 10. évfolyamtól vehetnek részt a tanulók a duális képzésben, a 10-11. évfolyamon fognak várhatóan nagyon sok cégnél ilyen jellegű képzést végezni. Nagyon jelentős változás továbbá, hogy mindenki, aki belép a képzésbe, illetve aki már belépett szeptember 1-től akár technikumba, akár szakképzőiskolai képzésbe ösztöndíjra jogosult, és ez az ösztöndíj, ez alanyi jogon jár mindenkinek. A szakképző iskolákban tanulók 16 000 forintot, a technikumokban járók pedig 8 000 forintot kapnak havonta. Ennek az összege változhat, minden olyan tanuló, aki nálunk tanul, most fogja megkapni először ezt az ösztöndíját. Ezt úgy látom, hogy a tanulóink nagyon várják, illetve mi is nagyon várjuk, és a jövőt tekintve ez egy állandósuló folyamat lesz. Dömötör Csaba azt mondja, a cégek részéről egyre nagyobb igény mutatkozik a szakemberek iránt Tolna megyében. Hát én azt látom, hogy nagyon komoly a kereslet a vendéglátás, idegenforgalom, turizmus területén. Nagyon fontos, nagyon magas a kereslet a gépészeti képzések területén, és nagyon, inkább én is gépészetet említeném, vagy emelném ki, hanem összességében a műszaki területeket, és nagyon komoly igény jelentkezik az építőipari területeken is a tanulókra. Összesen 72,2 millió forint támogatást nyert Győr idén. A toppos, líderes, illetve magyar falu program pályázatain nyert forrásokból járda és csapadékvízelvezető rendszert építettek, szabadtéri fitnessparkot hoztak létre, valamint új, az egészségügyi ellátás minőségét javító eszközöket szereztek be. Kicsi falu, de nekem mégis szép, elválni tőle, ez lehetetlenség. Szeretlek téged, mindannyiunk bölcsőjét, itt születtem, ennek a földnek eszem áldott kenyerét. Így kezdődött az ünnepi összejövetel Győrén. A település az elmúlt hónapokban 7 nyertes pályázatot tudhatott magáinak.
Eszközbeszerzéstől elkezdve a szabadtéri fitnessparkon át, a járda és vízelvezető rendszer építéséig szinte mindenre nyert támogatást a 660 főt számláló kis település. A toppos pályázatunk, ez már a tavalyi évben, az idei év elejére nyúlott át, megvalósult, de mint mondtam, a koronavírus miatt ezt tavasszal nem lehetett felavatni, így a toppos pályázatot is most avattuk, ami három utca csapadék vízelvezetését valósítottuk meg. Aztán lideres pályázatban nyertünk kültéri fitnessparkra 4 millió forintot, ami 1 millió forinttal megtámogattunk saját erőből is, és így megvalósult a kültéri fitnessparkunk. Aztán toppos magyarfalus pályázataink is nyertek, orvosi eszközök, védőnői eszközök és a rendelőkbe felszerelések, bútorzatok. Aztán nyertünk a helyi identitástudatban rendezvényekhez eszközöket, sátrat, asztalokat, székeket, ami szintén ma került átadásra. És ami a lényeg, hogy ebben az utcában, ahol most ez az ünnepét megrendeztük, itt járdaépítésre, meg még egy utcában, járdaépítésre is nyertünk anyagtámogatást, amit egyébként a kivitelezés a saját erőből történt. A céljaink az óvoda, az a legnagyobb problémánk, ugyanis, mint említettem a beszédemben, a művelődési házunk, a játszóterünk, a temetőben a ravatalozónk, az orvosi rendelőnk, ezek mind pályázatok után az utóbbi években megvalósultak, meg önerőből. Ezek nagyon szépek. Még kihagytam, hogy a tavalyi évben az óvoda konyháját is pályázat útján felújítottuk, meg eszközökkel, új óvodai főzőeszközökkel szereltük föl, de az óvodánk az viszont már 40 éves vagy még több, és az elég elavult a vizes blokkja, a foglalkoztató helyiségek, tehát arra a fűtési rendszer, arra nagyon ráférne egy nagy felújítás. Az a következő, ami a legnagyobb célunk. A Magyar Falu program keretein belül, valamint toppos és líderes pályázaton összesen 72,2 millió forintot nyertek. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is részt vett az eseményen. Én azt gondolom, hogy ezek a beruházások mind hozzájárultak ahhoz, hogy ez a település is fejlődjön, illetve szépüljön az elmúlt időszakban. Közben a polgármester úrral, illetve az önkormányzattal már meghatároztuk nagyjából a következő beruházásokat is, illetve célokat, amiket meg kell valósítani. Ilyen az óvodának a fejlesztése. Itt még kérdéses az, hogy a mostani elég rossz állapotban lévő épületet újítsák fel, vagy pedig egy teljesen új épületet kellene építeni, és az iskola fejlesztésére is sort kell keríteni a következő időszakban. Mindez ahhoz járul hozzá, hogy ez a település fejlődjön, illetve az itt élők érezzék azt, hogy nem csak ők törődnek a házuk, portájuk rendbetételével, hanem az önkormányzat és a kormány is hozzájárul ahhoz, hogy a saját településük tudjon fejlődni, mert hogyha egy nemzet fejlődéséről, egy ország fejlődéséről beszélünk, akkor nem kell nagy dolgokra gondolni, hanem elsősorban arra, hogy a saját portánkat tegyük rendbe, a saját településünket karbantartsuk, illetve járuljunk ahhoz hozzá, hogy a saját családunk és lakóközösségünk, faluközösségünk minél jobban érezze magát azon a településen, ahol él. Többen jelezték televíziónk számára, hogy elbocsátások kezdődtek több Tolna megyei cégnél. Információink szerint valószínűleg az egyik egy szekszárdi, felső kategóriás bőröngyeiről ismert gyár. Ezt azonban Pincel József, a gyár igazgatója írásban adott nyilatkozatában cáfolta. Azt írta, a gyárbezárásnak nincs valóság alapja, pusztán a városi legendák közé sorolható. Azt azonban elismerte, hogy a turizmust és utazást érintő globális probléma miatt visszaesett a kereslet a bőrönd iránt, és ez kihatott a szekszárdi termelési volumenükre. Ennek következtében kénytelenek voltak átstruktúrálni a szervezetüket. A témával bővebben következő Hozam magazinunkban foglalkozunk. Hozam című gazdasági magazinunkat látták, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
A műsor támogatói: Tolna megyei szakképzési centrum, Tolna megyei kereskedelmi és iparkamara.